Nem me do this again. Oh, it's live, pal. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! This is the way! És nem vagyok egyedül, mert itt van velem a doktor is. Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit! Ott a magányos mandó szerepel a túloldalon, és remélem hallotok minket és láttok minket. Így van, így van. És leveszi a sisakját! Ez leveszi a sisakját! És úgy kiakadsz, mint Jin a Mandalóriban, hogy leveszik a sisakjukat. Nem tudok hozzászólni. Még mindig nem láttam. És továbbra is kb. én vagyok az egyetlen Star Wars rajongó, akinek nem tetszik a Mandalórián szóval. Így van, te kb. egyetlen. Szóval én vagyok a párja most ebben a közösségben. Na nem baj, már... köszöntünk ismét testi valódban a moneymaker együtt megspékelve. Így van, ahogy az kell. Remélem, remélem jól vagytok, srácok, itt a chaten gondoltam, benézek, mert már régen találkoztunk így szorító live keresztül. Igen. Megkérdezem, hogy ittjeg a fityeg, aztán az adás fennmaradó részében játszom a csend királyt, és hagyom Bartfit szenvedni veletek. Meg a lázadás, ez volt a mesterterv. A lázadás fákjáját lángatod, lángatod nekik. Nincs már. Kifogyott. Elé, elfogyott a tűz. Én is üdvözlök mindenkit most már rendesen is, így van. Hát fogalmazzunk úgy, hogy izgalmas délután vagyunk túl kicsit. Szóval, mint ahogy a, a, live címéből látjátok, a adásfele az a Forum 1 fog foglalkozni, vagy negyede, vagy nem tudom mennyi, amennyit beszélünk róla. Mert hát srácok, mind a ketten közel 20 éve, sőt én ugye több mint 20 éve nézzük ezt a szart, és nem nagyon láttunk ilyen egyik se. Nevesítsük, az ilyen az Roman grozan a balesetére vonatkozik. Szegény Grozan, akin annyit éltszelőttünk korábban, meg mások is tették. Konkrétan a héten szakadtam rengeteget színdénnek a My Heart Will Grozan című új mesterművén, amit ugye a Titanic főcímdalához, a My Heart Will Go -on hoz igazított, és zseniális volt, és, és tényleg szakadtam rajta. És erre csúrikám, az meg majdnem meghal így vasárnap. Igen. <t> és át is küldtem oh nekem, legalább háromszor meghallgattam. Azt kell tudni, hogy egyébként is lefutott a bajnokság, meg minden annyira nem voltam izgalomba hozva. Tegnap az időmérőt megnéztem, de ma nagyon jót szundikáltam a kanapén a rajt előtt, meg a rajt alatt, és öcsém jön be a konyhából, hogy basszod, ezt láttad? Én mondom, mit? És akkor így tarts nekem a telefont, és akkor mutatja a visszajátszást, én meg így nézek ekkora szemekkel, hogy azt a kurva És akkor a leg és így, ilyen félváról beleveti, hogy kiszállt az autóból. Mondom, mit csinált? És akkor ugye láttam én is utána a visszajátszásokat, és nem akartam elhinni. Hát ez, konkrétan nem akartam elhinni, srácok, hogy abból az autóból ki lehetett szállni. Nem láttunk ugye semmit, csak a tüzet. Egészen döbbenetes volt ugye, hogy az a ház ketté szakadt, az autó első fele áttört a szalakkorláton, és megállt ott lángba borulva, és Grozan valahogyan e, kimászott belőle, ez valami döbbenetes, és egyébként meg kell követtem Bartfit annyiban, hogy amikor bevezették a hélót ugye pár évvel ezelőtt, ő kezdetől fogva támogatta ezt a lépést, én meg húztam a számat ellene, mert e, hogy nem kontakt sport, meg esztétika. Hát Grozan most már nem az első versenyző, akinek megmenti az életét az a szar konkrétan, mert a tűz egy dolog, de a szalagkorlát az megölte volna, hogyha nincsen a héló. Az biztos. Láttunk már az elmúlt pár évben egy-két olyan balesetet, ahol a héló kellett, ahhoz, hogy a versenyző túléljen, nem csak a Forma 1-ben, hanem az F2-ben is, meg az F3-ban is. <laughs> És tényleg itt aztán főleg kellett volna, mert itt tényleg az történt volna, mint a, a 70-es években párszor, meg az 50-es, 60 es években előfordult, amikor a szivarok bementek a izé alá, a szalakkor alá, hogy a versenyző feje távozott sajnos hát itt tényleg az történt volna, ha nincsen, de hát nem tudtam elképzelni. Hát konkrétan, amikor megmutatták a balesetet, mondom, hogy a francba ment át ez az, az autó egy ekkora lukon. Nagyon dura volt. Nagyon is tényleg, és, és, 24 éve tudok visszaemlékezni a Forma 1-ből elég jól majdnem mindenre. Hát ilyen konkrétan, ilyen szintű balesetre nem emlékszem. És láttam azért, uh, ugye, elég nagy baleseteket voltak abban az időszakban, és elég nagy balesetek, meg visszalátjátszás, és elég, elég nagy baleseteket láttam már, és láttam ugye indikáros balesetet is, nászkális balesetet is, azért kevés ért hozzá föl, hát kinézet ügyileg. És együtt jutott eszembe Meknisnek az pár évvel ezelőtti balesete Le amikor a Toyota-val elrepült, mikor az ütközött az egyik GT-s, azt hiszem ferrari -val az nézett ki ilyen durván, ugye, de ott meg is ki kellett vágni az autóból konkrétan. De, de ez, hogy így grozsan konkrétan saját lábán szállt ki abból a tűzgőjóból, az elképesztő. És tényleg az elmúlt 26 év biztonsági fejlesztéseinek tényleg perfekt bemutatója volt az a pár másodperc, amit ott láttunk, mert tényleg itt, ahogy a Gabiék mondták, hogy itt ezt 15 évvel ezelőtt tudja, hogy nem éli túl. De szerintem 5 évvel ezelőtt se. Hát, gyerekek, én korai délután néztem egy videót a YouTube-on, ami arról szólt, hogy Anthony Hopkins éppen zúz valami trash metal zenére. És kibaszott ijesztő volt a videó, mert örültebbnek tűnik rajta az öreg, mint Hannibal Lecter szerepében. Na erre megírtam Bártfinak, hogy ennél ijesztőbbet a mai napon én már biztos nem fogok látni, és egy órával később megtörtént ez a baleset Grozsán részéről. Hát, be kellett ismernem, hogy itt is tévedtem, mert ez, 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 elképesztően brutális volt, és hát nagyon örülök annak, hogy Román ezt könnyebb sérülésekkel megúszta, és tényleg ki tudott szállni az autóból, még akkor is, hogyha ránézésre egyértelműen sokot kapott, és ott égett a villany, és de nem nagyon voltak otthon, nem. tehát az, hogy vissza akarta tenni a kormányt, az mi a fasz? Nagyon, nem kész volt, nem csinálom, hogy, hogy kész volt. Hát úgyhogy, a... ja, de, de, de szerencsére, szerencsés kimenet lett lett az, az egész történet, de a, a mai délutánunk az így körülbelül lekörül forgott, ez körül az infernó körül, ami ott maradt a Bahraini versenypályán. Magáról a futamról egyébként nem nagyon érdemes többet mondani, mert volt ez, a fejreálló sztról, meg a végén a felrobbanó motorus Perez, és azon kívül semmi, csak a szokásos, de de, no, de Groszsennek az esete az az nagyon durva volt, szóval ezt Igen. így itt kellett hagynunk kezdésnek. És, és, tényleg abszolút e, emlékszem, tényleg mennyire sokan köztük, ugye tényleg te is ugye nagyon ellene voltál a hálónak, és emlékszem, ebből csináltunk az elég komoly vitát is, a, még annó, egymás között is, meg ismerőseim között is, és én az elejétől fogva azt mondtam, hogyha egy embert megmentünk avval, hogy ezt a szart áll, az autóra, akkor rá kell rakni az autóra. És aztán ma tényleg teljes terjedelmivel láttuk, ezt a szart rá kell rakni az autóra. É, borzasztó volt, srácok tényleg. De az, hogy Grozsán kiszállt az autóból, és komolyabb, komo, idézőjelben komolyabb bales, baja nem lett, az nagyon durva. Az, 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 ami meg a, a, verseny többi részében történik, arról tényleg nem akarok beszélni. Az, hogy gyakorlatilag az újraindítás után félkörrel Hamilton egy másodperccel vezet, az elképesztő. Szóval hát meg amit tegnap is csált az időmérőn, Elképesztő. Az az autó brutális. Még mindig. Nem, nem, nem találok szavakat arra az autóra. Mint ahogy múlt héten is mondtam nektek a, a live végén, hogy az, az az autó... Láttam egy pár domináns autót, és beszélgettünk tegnap az időmér faterrel is, ugye ő meg látta a 90-es évek elején a Williams-et, meg a 80 as évek végén a McLaren-t, és mondja, hogy az nem volt ilyen durva. <laughs> szóval tényleg elképesztő. És... Romannek meg itt a jel, hogy tényleg abba kell az hagyni évvégén. Három gyereke van, nem nagyon ment ez neki, mert az elmúlt pár évben nem kell abba az autóba visszajönni. Jó, ennyit a 1 egyről? Vagy tényleg csendkirályt azt játszani? Nem, igazából nem jutott eszembe semmi különös, amit mondhatnék erről. Tehát a, a versenyről tényleg nincs semmi hozzáfűzni való. Mert, mert nem történt semmi mert az, semmi az mert, mert a, az a, a szokásos így. volt igen. az a szokásos volt nem, ne, Bottas nem ló mitkárder és nem is jobber, Bottas egy upper mitkárder, és azon a szinten van, és azon a szinten lesz a pályafutása végéig igen, de mindig is az szóval volt kész. szóval kész, ő ez ő nem egy rossz versenyző, de soha nem lesz main eventer kategória de Bottas ezért van odaigazolva hogy hozza a, hozza a pontokat Hamilton mellé, hogy meglegyen, ahogy hívják. Sajnos. A világbajnoki cím. És írtatok, hogy érdekes, hogy Barikelló jobb versenyző volt a fénykorában. A fénykorát én 94 elé mondanám, amikor még e, fiatal volt, nagyon akkor, 90... akkor még Akkor még alig volt a formájában egy ja, éve. Ott... Igen, de á, akkor látszott, hogy kiemelkedően tehetséges és kiemelkedően jó pilóta lesz, de 94-ben ugye, amikor azon a hétvégén, amikor Senna meghalt, akkor gyönyörűen ő is majdnem meghalt, és azután Barikelleó sem volt a régi. Szerintem semmi hatással nem hmm. volt a pályafutására igazából, de tök mindegy. Na mindegy, de, de nem, nem, nem tartom olyan jó, versenzőnek versenyzőnek, mint ti azt, szóval a, a sumi közelében nem volt. Soha. Kb. kb. ugyanez a szint volt, mint Bottas. Na mindegy. Akkor ennyit az f ről Térjünk rá át a, a birkózás csodálatos világára, hogy azt egymás között néha szoktuk emlegetni. <laughs> eléggé, eléggé néha ironikusan, meg nem ironikusan. Írtatok pár érdekes dolgot, hogy miről szeretnétek beszélni. Ez az ez a állandó följövő téma, amit megkértek, hogy majd rá, próbáljunk valami jövőképet, meg, meg valami Megoldást találni arra, hogy hogy lehetne bizonyos divíziókat rendbe rakni, akár a Ró és azt megdannak a női divízióját, vagy a tech-team divíziót, vagy bármit, amit így írtok. Srácok, három dolog kell hozzá, és ezt a doktor nekem gyönyörűen összefoglalta az adás előtt egy mondatban. Igen, ezt, ezt beszéltük egymás között, amikor így készültünk az adásra, hogy nagyon sokszor megkapjuk türetek ezt a kérdést, hogy hogyan lehetne összerakni jobban egy divíziót. És ehhez három dolog kell tényleg először szándék. Legyen meg a szándékod arra, hogy te erre, ezzel a divízióval kezdeni akarsz valamit, építeni akarsz rá. Kettő, talent. Akkor szedd össze az emberanyagot hozzá, ami ahhoz kell, hogy tudjál dolgozni vele, és három, a booking, magyarul, hogy használd azt az emberanyagot, a az és a képességeihez mérten. És ez nem kell zseni bogyót bevenni, e, itt nem tudjuk mi se megteremteni, meg újra feltalálni a spanyol viaszt. Ahhoz, hogy bármelyik jelenleg problémás divízió működjön, ahhoz ez a három dolog kell, szándék, talent, booking. És mindegyik működőképes lehet. Ezek nélkül viszont, hogyha valamelyik, vagy csak az egyik hiányzik, akkor meg problémák lesznek, úgy, úgy ahogy eddig. Egyébként tudom, ez most egy népszerűtlen vélemény, mert mindig az volt, az unpopular opinion kategóriába tartozik, de engem a tech team divízió nem érdekel. Szóval, hogyha holnap azt mondják, hogy ez most meg fog szűnni, akkor a fülem botját nem fogom mozgatni rá. Én a tech team divízióra mindig is úgy tekintettem, hogy az azoknak a gyűjtőhelye, akikben singlesben nincsen különösebb potenciál, vagy éppen még nem tartanak ott előadóként, hogy szét lehessen szedni őket, és akkor inkább csapatban próbáljuk belerokni a szezonokat, mert amikor együtt van két annál érdemesebb egyéni birkózó tektimben, akkor azt így mindig pazarlásnak szoktam érezni. Szóval a tektim divízió alapvetően nem érdekel, lesz vele, ami lesz. Természetesen nem azt mondom, hogy ha valaki rá akar helyezni a hangsúlyt, mint az Olelit szeretne, vagy mint az NXT bizonyos időszakaiban, amikor kifejezetten jó volt ott a tech team mezőny, még az American Alpha-nak, meg a DIY-nak, meg ezeknek a korszakaiban, hogy, hogy, akkor ne csináljuk semmiképpen, de, de nekem ez nem egy sarkalatos kérdés per pillanat. A, a női divízió az már egy érdekesebb dolog, tehát ott is, ott, ott azt gondolom a szándék legtöbbször még talán meg is van, hogy kezdünk vele valamit, és utána az a, az a kérdés igazából, hogy a talent vagy a booking hibázik, mert hogyha először ránézünk a női divíziókra, akkor ugye papíron rögtön rájuk mondjuk, hogy a talent, hogy szűk a ro is, meg a SmackDown is női mezőnyben, is, és, és hogy jobb minőségű, előadók, jobb minőségű birkózók ellenének bele. Csak aztán történik valami olyan, mint a Survivor Series ugye múlt hétvégén, ahol azt látjuk, hogy nem túl nagyra tagsájt birkózók is, birkózónők is kifejezetten vállalható teljesítményt nyújtanak. Tehát az alapján, amit például a Survivor Series Elimination matchben láttunk, akár még, akár még az is elképzelhető, hogy, hogy a jelenlegi mezőnyel is lehetne jobb booking mellett javítani a női divíziókon. Én abszolút értem. Bocsánat, egyébként... sokát beszéltem? Ne, na, soha nem probléma. Múlt, akkor úgyse voltál szó, szóval hogy beszéltem sokat. Én egyébként abszolút azt gondolom, hogy a női divízióban nem a talent a probléma. Meg az akarat sem. Mert abszolút látszik az akarat is. Csak egyszerűen néha a rajongók által visszfejének hívott hármas, meg négy, és azért eléggé lányomta az elmúlt pár évben a, a bookingra a dolgot de az a lehet vitatkozni, hogy azt azért, mert a talent kiemelkedő annál a négy női birkózónál kell elég erőteljesen volt használva, vagy pedig nem, de de abszolút úgy gondolom, hogy a talenten nincs gond. Szóval ahhoz képest, ami voltunk éveken keresztül, meg évtizedeken keresztül talent szempontjából a női divizóval, fényévekre vagyunk. És azért látjuk, hogy hogy tényleg, amit mutatott a középkategóriás női birkózók is a Survivor-ön, mutatott most uh, Peyton birkózott Bailey-vel, az McDonald's az is egyébként egész vállalató volt, szóval nem gondolnám, hogy talán probléma lenne. Ott szimplán egyszerűen a booking olyan, hogy, hogy néha kicsit túl nagy fókusz került tényleg a négy nagy sztárra, és annyi műsoridőt viszont nem kaptak, hogy a középkategóriás sztori meg kifejlődjön. az meg már lehet, hogy inkább az akarat kérdése, de hát na. Avval viszont soha nem, avval nem fogok egyet érteni, amit Korni szokott mondani, hogy soha nem lesz uh, a női birkózás a fő attrakció, és ez mindig is a fiúkról fog szólni jó, Kornit rengeteget hallgatjuk, de ritkán akadunk ki rá annyira, mint amikor a női birkózásról kezd el beszélni, mert neki gyakorlatilag ilyen bullshit kifogás generátora van, ami untja magából a cuccokat, ami arról szól, hogy éppen miért nem néz női birkót, vagy miért szarja telibe. Ugye kezdve azzal, hogy mert japán iskolás lányok vannak benne, vagy azért, mert nem érik fel a felső kötelet, vagy azért, mert már látott azon az adáson egy másik női meccset, szóval Korni ilyen szempontból borzasztó. Azt a részét utálom, amikor, Uh, amikor így jár hozzá, de egyébként a kis uh, a -ja Brian is ezért, ha a, ő általában ilyen nagyon búlogató János szokott lenni, de az ilyenekért leszokta durungolni Kornit, és teljes joggal. Általában. Egyébként. Na, neki is van eléggé fogalmazunk úgy, hogy nem kedvenc véleményem, ugye ő meg a WWE-nek a kommentátor stábját előszeretettel anyázza. <gül> <gül> uh, szóval ott is vannak problémák, de hát a Cornet Podcast az ilyen. Azt úgy kell hallgatni, mintha amikor az ilyen 80-as évekből maradékokat kikapcsolod, akkor tök jó. Igen, ez a japán iskolás lány cucc, az alapvetően az Olelit korai időszakából jöttem, a Riho korszakból, amikor ugye rajta kívül még voltak ott négyen-öten, és közülük végül ugye maradt Hikaru ida, mert a többiek a pandémia miatt így szép fokozatosan kikoptak, de, de akkor, akkor maradt meg ez a japán iskolás lányfét is, ami, ami Korninak a beszámolóit azóta is megfertőzi, és sajnos kiterjed olyanokra is, mint Asuka vagy Io Shirai, akik egyébként mindenek csak nem japán iskolás lányok, hanem kifejezetten jó előadók, de sajnos ez a, ez, ez a szab, sajnos ez a kifogás, ez rájuk is jó. Igen. Ilyenkor. Itt persze, a kifogás mindig mindenre jó. Magyarok vagyunk, ezt tudjuk. <laughs> e, és akkor jött még előre kérdés, e, e, hogy benyomtátok nekünk, hogy mit gondolunk arról, hogy jövőben kevesebb live event lehet. Ugye hát ez a hét egyik ilyen hát plegykákban meg izékban gyökeredző híre, hogy a WDB abszolút arra próbál berendezkedni, hogyha majd vége lesz a vírushelyzetnek, akkor csökkenteni fogják a live event számot ami egyébként egy teljesen logikus lépés, mert a live event biznisz az elmúlt pár évben annyira elkezdett a döglődés felé menni, és operációs pluszköltséget generálni, ami gyakorlatilag azért fogalmazunk úgy, hogy nem éppen a legjobb dolog. Hát ebben azért elég sarkalatosan ellenzik a véleményünk. Én továbbra is azt mondom, hogy nincs szükség sokszor live eventre, főleg a modern birkóban. A doktor mást mond. Én egyelőre a japán iskolás lányos kommentek erről ja, egyelőre, ezzel ezt... nagyon célba találtunk. Ja, hát az persze. Én nem tudom, én ja. nem nézek japán dolgokat benned, de biztos találsz olyan animét, vagy bármi mit, ahol ez előfordul. Ha van valami japán kultúra most a cseten, akkor erősítsen meg ebben. Srácok, a japán kultúra az tipikusan az, amiből én nem bírtam bevenni se az animéket, se a japán birkót egyébként, hogyha már témár el vagyunk, az is egy ilyen vakfolt maradt életemben. A japán kultúrából egyetlen dolgot bírtam bevenni. godzilla -t. Kettőt. Kettőt. <laughs> Mi a másik? A Great Space war is bevetted. Ja, Istenem, azt nem vettem be, az csak egy ilyen kínszenvedés volt egy unalmas órában. <laughs> a Great Space for mindig jó, ne jó, miről beszéltél itt nekem? Háuszsókról, meg értésről meg ennek igen, a kapcsán? Igen, hát, arra, kukázzuk az egészet. Figyeljetek, srácok! Én azt gondolom, hogy Háuszsó téren a WB régóta már csak az ürügyre várt, hogy el lehessen azokat takarítani az útból, vagy legalábbis nagymértékben csökkenteni a létszámukat. Hát most a pandémia és az azt követő bizonytalan időszak ideális pillanat erre hogy kicsit visszavágjuk a live event bizniszt, ami egyébként is képes volt veszteséget termelni. Üzletileg teljesen érdektelen számomra, hogy mi lesz vele. Én abból a szempontból sajnálom a hausoknak az elvesztését, hogy a birkózóknak igenis szüksége van több birkóra, mint amit a tévében tolhatnak. Mert sokkal több szezonálásra van szüksége a birkózóknak, sokkal több tapasztalatszerzésre, sokkal több lehetőségre, ahol a kamerák távollétében, de élő közönség előtt tesztelhetik a cuccaikat és próbálgathatnak ezt-azt. Tehát a, a house én önmagában egy, a birkózó előadói szempontjából tartom egy kifejezetten hasznos dolognak, aminek sajnálom az elvesztését. Üzletileg az lófasz, tudom, hogy mindig üzletileg gondolkodsz, és most is ez az első dolog, az első megfontolás benned. Üzletileg nem érdekel, hogy van-e house show, vagy nincs house show. Engem a birkózónak az, elő, a, az előadói előmenetele szempontjából érdekel, és a tapasztalatgyűjtése szempontjából érdekel, mert közönség előtt mérkőzéseket vívni, annál jobb tapasztalat nincsen. Akármennyi időt eltölthetsz egy rohadt birkózó iskolában, a társaid előtt, az edzőid előtt, kamerák előtt, még amivel felveszitek és visszanézitek a dolgokat, semmi nem helyettesíti az élő közönség előtt való munkát, semmiből nem lehet uh, ugyanannyit tanulni, mint abból, és ebből a szempontból hiányolnám a live eventeket ha magas szinten kivesznének a bizniszből. Az üzleti része az teljesen más, azt felejtsük el, az már évek óta a kukában volt egyébként is, és nem csodálom, hogy a WB inkább szabadulna tőle. Tudod, mi a legnagyobb probléma ezzel? Hogy nincs élőközönség a live event Szinte, hát pár száz ember van. Meg de a pandémia ezer. utánról beszélünk Jó, most. De nem, tehát nem, 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 Abszolút arról beszélek, hogy azelőtt is pár száz, meg pár ezer ember volt a live event De az is valami tehát az is élő közönség, az is reagál rád valahogy. Azoknak is el kell adnod valahogy az előadói trükkjeidet. Az tök mindegy, hogy száz ember előtt vagy ezer ember előtt birkózol. A lényeg az, hogy közönség előtt birkózzál. És ne a szaros, zárt edzőtermedben. Ezt a HCV kapcsán is nagyon sokszor láttuk, hogy nagyon sok birkózó, akit ezer évig treníroztak ban akkor tudott kész birkózó lenni, amikor kiraktuk a közönség elő. Teljesen más a kettő. A do egy wrestling iskolában soha nem leszel kész birkózó, csak ha közönség előtt tudsz birkózni. Az az igazi tanítómester. És ez működik évtizedek óta. Jó, ezzel fogadni, abszolút. Szóval ennyi az egész. Üzletileg természetesen az van, amit te mondasz. Az lófasz, szabadulni kell tőle. Jó, igen, igen, Norbi, tudom, hogy a live event is vesz mörcsöt, de most már az ember vesz mörcsöt, ha nem megy sehova, abba kell, mert uh, megnézi a www.shop.com-ot, és vesz mörcsöt. Már aki vesz mörcsöt. Ah, Istenem. Egyébként nem igaz, hogy Kordi minden nőt utál, mert Ria Ripley-be konkrétan szerelmes. Ja. De múltkor is meghallgattam, hogy mit összehantázott Ripleyről, ami egyébként tök jó, mert én is imádom Riplit, szerintem is király. Nagyon jó birkózó, nagyon jó karakter, és még eszméletlenül fiatal, és még sokkal jobb is lesz. De amikor hallgatod negyed órán keresztül, hogy Ripley mennyire király, mennyire gyönyörű, milyen istentelen mainstream ap, uh, mainstream szexepillel bír, és hogy mennyi millió mörcsöt fognak eladni vele, miközben mindenki más meg lehúzza francba, mert nem éri fel a felső kötelet, akkor azért így, hmm Kordi, biztos, hogy szakmai alapon közelíted meg ezt a kérdést? Vagy egyszerűen csak crusholsz re mint az Isten gyila. <laughs> Egyébként én is imádom t szóval uh, ilyen téren nincsen vita közöttünk, de azért Messze vagyok attól a szintől, ahogy Korni, Korni tolja a Jóriának a szekerét. Fogalmazzunk úgy, hogy más a küszöb és más a mérte. <gül> <gül> mint Korni, meg te ugortok meg ebből a szempontból. <gül> <gül> Nem baj, de Korniról mindig lehet beszélni. Hogyha kifogyunk a témákból, Én akkor van. az öreg garantálta mond valami fasságot, amire reflektálhatunk az adásban, és az mindig király. Vagy pedig szó szerint ugyanazt mondja el az adásban, az adásról, amit mi mondunk el, ugyanarról az adásról. Az is előfordul. Egyébként, ha már Ripley előkerült. Pár héttel ezelőtt beszélgettünk éppen Ripley külseiről, amikor éppen téged durungoltalak le, hogy mi a francér szósz be neki, amikor mindenki mást elküldesz a picsába, ha beszól egy lánynak a külseire, akár pozitív, akár negatív é, értelemben. Na mindegy, szóval most ugye volt a Sirály elleni meccse egy másfél hete uh, Ripleynek, ahol pár ilyen dolog, amit a fülébe aggatott, az így búsan távozott a testéből, a némi vérrel, meg a füle darabkáival együtt. Hát igen, fogalmazunk úgy, hogy ott búsan távoztak dolgok. <laughs> Úgyhogy ja, azok a dolgok, amiket megkritizáltál Ripleyben, azok így a birkózás közben megjelentek és és, és távoztak. Mondjuk arról meg mindig az jut az eszembe, amikor véres november volt, benálltunk az öltözőben, és Chris Dice tetoválásának egy darabja lement a lefolyón. Emlékszel arra? Persze, hogy emlékszem. Persze, hogy emlékszem. ott ültünk chris meg eh, BT-vel talán, nem is tudom, azt hiszem, BT volt. Aha. Mert pont az, üveg, az a üveglapos átmenetel után az nem dísz volt? Egy karácsonyfadísz volt? Nem valami és, tudom, valami, valami lepra volt, amiben beleesett a jó Chris Dice, igen, és aztán beállt az ujjhányzóba is. És le, egy búsan távozott. A tetó, egy hús darab a tetoválásából így lement a lefolyón. Igen, ez, ez pontosan így e, volt. Eh, ehhez képest a jó Ripley még jól járt. Igen. Neki csak a fülét kellett megplastikázni. Igen. Azt tudom, hogy BT-t BT biztos az üveglap miatt varták össze hátul, azt nem tudom, hogy Krisz mibe esett bele. Arra már emlékszem. Valami, valami leprában. Az A legtöbb novemberen ez történik. Ja. A lomtaidáskor sikerült találnom egy neon csövet. Nosztalgikus élmény volt. Hihetetlen viszkető érzést éreztem, hogy összetörjem valamin. Ugye? arra emlékszel, amikor Kendi rálépett a neonokra. Igen, igen, igen. Az oda készített neonokra. És a feje, amikor meghallja a, igen, azt, a ne azt, a, azt, a, azt neont, azt még használni kellett volna, ugye? É, igen. Igen. Ja. Voltak ilyen dolgok. Közben megkérdezték tőled, hogy mit gondolsz. A múlt héten beszéltünk a kéthetes hetes WWE főbajnoki futásról. Ugye Ortonnak, hogy mi, mi a véleményed erről mondd el te is. Hát egy rettentően ostoba példája volt a hotpotétónak. tehát, nem a, tehát pont azt beszéltük a Discordon tegnap vagy tegnap előtt este, hogy egy hotpotétót, egy ilyen forró és rövváltogatást is lehet jól csinálni. Na most az, hogy a, a Babyface az első meccset uh, mázlival nyeri meg, a másik meccset külső beavatkozással nyeri meg, a harmadik meccset, amit cellában van, tisztán elveszíti, és utána egy random hétközi adáson visszanyeri az övet, az, az egy rettentően bén a sorminta. Hát, uh, abból a szempontból, hogy így, így mégiscsak McIntyre nyerte végül a fiúdot, uh, talán, talán még örülök neki. Szóval jobb, mint hogyha most kihoztuk volna azt, hogy orton. Uh, Megnyeri a feudot, úgyhogy McIntyre ilyen rohadt, gyengén nézett ki az egészet tekintve. Nem így kellett volna megoldani szerintem, de, de lényeg, hogy túl vagyunk rajta, és Drew a bajnok. És túl vagyunk a Drew menen, ami meg ugye remek cucc volt, ahogy elmondtuk nektek a hétközi podcastben, az, az tényleg egy zseniális main event volt. Számunkra is kisebb csoda az, hogy McIntyre erősen jött ki belőle, Ebben a szerencse is nagyon közre játszott, mert nem a bookingnek a jó hiszeműsége, meg a bookingnak a minősége az, ami, aminek ezt köszönhetjük. De, de tényleg most, most túl vagyunk egy mekintája a Romanen, ezzel megegyeztünk nagyon sok mindennek, és, és Drew megy tovább bajnokként. Tehát végtére is nagy nehezen, szép kis varga betűkkel, de helyükre kerültek a dolgok. Jep, jep, eléggé. Bár Üveglap az... Mond... Bocsánat, mondjad. Csak gondolj bele abban, hogy... Milyen jó lett volna, hogy Drunjeri meg úgy a hogy ilyen fluke-viktorikkal folyamatosan, és a cellában is tartja az övet, és akkor utána még kikap Romantől is. Szóval az, az meg aztán lett volna a legjobb variáció. Ahhoz képest még egész jól sült el ez az izé adok-kapok ortonnal. Szóval még, még lehetett volna ezt rosszabbul csinálni, ugye? Kettőnk közül mindig vagyok az optimista, mindent lehet rosszabbul is csinálni. Meg mindig lehet minden rosszabb. Igen, azt tény minden lehet még rosszabb. Igen. Üveglap az sok helyen volt, srácok, a Véres Novemberek történetében. Tehát a Renegade Icarus meccsen négy darab is tört el belőle, ami rekord, egy meccsre lebontva. De azon kívül több más meccsen is, is előkerült az, a, az az üveglap. BT is kapott belőle, mert a Véres November elején még Ikarusz és Dover között is voltak ilyenek, szóval üveglap az mindenhol volt. Az volt. jelenleg. Gonosz. Hell dolog. yeah! Gonosz dolog. Következő kérdés, ugye ezek így sorba jöttek Kocsis Milántól. Az NXT-ben kiben látjátok a potenciált, hogy majd a jövőben WWE vagy Universal bajnok legyen? Hát ezzel a kérdéssel az a legnagyobb baj, hogy akiben ezt láttuk, az általában a mind befűrdött. befürdött. <laughs> vagy a booking volt szar. Tudjátok, az az érdekes dolog, hogy pont a héten merengtem azon, hogy azok a birkózók fürödtek be a legjobban a főroszteren, akik köré az NXT képes volt valamiféle különleges aurát emelni. Tehát aki különleges aurával a birtokában érkezett meg a főroszterre az NXT-ből, gyakorlatilag az mind csalódás volt. Ezzel szemben olyanok, mint akik tényleg a, a semmiből jöttek, gyakorlatilag fő az NXT-ből, kifejezetten jó futást tudhatnak utána magukének a főroszterem. Egyébként igen, most. Uh... Nagyon-nagyon húztam a számat, amikor belegondoltam, hogy tényleg így azért uh, kiket sikerült elrontani a főrösterem. Meglepő módon egyébként, ha belegondolsz, amikor a drónak a korai búkja volt, mikor főhozták, amikor Zigglerrel, uh, hogy volt, poénkolott ott a mitkárdon az is az volt. Szóval én azt hittem, hogy. Nem utáltam! Kicsit. Kicsit, szóval... én, én, azt, én, azt, nem utáltam, szóval azért ők viszonylag magas profilú fiúdokban voltak tag teamként is. Tudod, mit utáltam? Azt, amikor az igleres uh, tag után Korbinnak uh, volt az egyik fog megje. Ja, té jaj, tényleg. Oh, azt, azt, utáltam, oh, azt tényleg, az még rosszabb volt, igen. Azt utáltam, Drunál, de egyébként ő viszonylag jól jött ki abból a kezdeti időszakból. Lehet, hogy ez így már így összefolyt az agyamból, hogy az egy dolog, de, de igen, az, az, volt a rosszabb. Szóval a drew is sikerült majdnem elrontani a fő rossz trend, de Drew ezen föl de akinek meg tényleg így, így abszolút potenciált láttunk benne, vagy megrekedt a fejlődésben, vagy volt egy nagyon elrontott főfutása, mármint így főbajnoki futása, meg ugye owens -e gondolok, aki azért nem váltotta be még eddig a hozzáfűzött reményeket, Uh, ugye Apollo a másik ilyen villogó név, aki tényleg abszolút így az NXT-ben úgy nézett ki, mint akiből világbajnok lehet, meg meg a sztár, meg minden, és ott nagyon-nagyon megakadt a fejlődésben. Hmm. Ugye Elister egy jó jó példa erre, hogy ott a mitkárt poklában eltűnt, Rikoséval együtt, ugye, nem tudom még, még, még milyen példa van. Uh, azt mondjuk, ez enyhén szóval örülök, hogy Csámpát azért nem próbáltuk meg. Szóval Csámpa teljesen jó helyen van ott, ahol van. É, abszolút az NXT egyik arcának és ilyen oszlopos tagjának gondolom. Szóval benne egyébként meg lenne a potenciál ebből a karakterrel, meg ebből, ahogy hívjákkal hogy a főrosztalán is működjön, csak ugye láttuk a negatív példát. Igen, egyébként Andrade is ez a példa, ugye aztán őt is ugye jól befürdött, tényleg jól mondott benne, de Vol volt jó pár. E nem tudom, hogy Leafből mi lesz most itt, amit próbálnak vele, de a jelekből azt látom, hogy a David komolyan gondolja a lípust, ugye hát kap 24-et, meg mindent, amit, amit lehet, de nem tudom, hogy abból mi fog kisülni. És akkor tényleg ott vannak az olyan emberek, akik meg abszolút nem volt semmi, és tökéletesen működik. Ugye Corbin, aki avval a borzalmas ilyen lone wolf nyomta az nxt ben ami borzasztó volt. Meg ugye Alexa is, aki elég sótlan volt. Hát Alexából a főröszteren lett valaki. Korbin, most azért nem veszem ide, mert Korbinnál egy visszatérő elem, hogy ő most ennyire jó hír, vagy Goehe-ei van. É, igen. Korbinnál igen. Eh, Cor ez mindig egy ilyen felmerül, felmerülő dolog, de mondjuk Alexát eh, igen. alapvetően, aki, aki tényleg az NXT-ben nem volt abszolút nagy szám, és a főröszteren meg megcsinálta a karrierjét. Az példa. Igen, eléggé. Balor meg egy érdekes kérdés, mert Balor meg rossz helyen volt rossz időben ugye? A sérüléssel, meg mindennel. Mert azért a Balort, amikor a de főhozták, akkor azért elég nagy dulanásként kezelte a Debbie -de -de is, meg, meg minden, csak utána jött ugye a, a kiugrott vál, és utána az elszakított minden izület, ami van benne esete. Ami meg utána volt, az meg olyan volt, amilyen. De végül is ott is minden jóra fordult, mert Balor meg visszakerült oda, ahol otthon van. Igen. És jó helyen van az NXT-ben. Szóval én, az én szívem balorért most nem fáj. Mert nem, azt, abszolút, látom, a, a, azt, látom, a, azt látom, hogy jó helyen van. A, a, pri, a Prince-cucc az nekem nagyon tetszik, amit lenyom az NXT-ben. Ez a sokjátékos, Master gonosz menő valami, amit nyom, hogy összeugrasztuk a többieket, ameddig jó, meg is hogy az nekem nagyon tetszik. Kaptál egy kollégát, Bárd, fi. Mert mi van? Hol? Mert ő sem szereti Lee-t. Lee csak a testem, testével van bajom. Vagy egy massza. <laughs> Amikor levezetted nekem, hogy Lee vállainak az állása miatt komolyan vehetetlen, akkor óta is imádom. Nézzétek meg lee szemből meg oldalról. Az embernek nincsenek vállai. Hogy lehet valaki ekkora úgy, hogy nincsen válla? mert már nél is meg volt a probléma jó van, body shaming, na ez egy body businessről beszélünk itt muszáj ez, srácok, továbbra is a wrestling body business, és mindig az is mindig is az marad akármennyire próbálunk ebből szembe menni na az meg a másik fele, hogy ne, ne repüljön <laughs> ha nagy emberekkel birkózik, akkor felül repüljön tehát érted, hogy ha bedob Jobb. valami flying move-ot mondjuk egy strawman ellen, akkor azt én megveszem. Mert akkor ott van az, hogy mi az a plusz, amit elő tud húzni a tarsajából ezek ellen az emberek ellen. De kis emberek ellen ne repüljön, az hülyeség. Te vagy a legnagyobb ember a rossz teren, ne továbbra is, ugye? Ez Scott Hallnak az örök évényi Kevin Nesnek. Amit amikor te, vagy a nagyobb, am, 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 amikor te vagy a nagyobb, de ha van nálad nagyobb, akkor ugrálj nyugodtan, szerintem. Egyébként Jake Gibson, érzem, amit mondasz, hogy, hogy mi az, ami benne van, ami nincs meg strowman Szerintem tök más típusú birkózók Igen. alapvetően, szóval nem egymáshoz kéne hasonlítani őket, meg azt nézni, hogy az egyikben mi van, meg a másikban meg mi nincs meg, mert Lee tök más, mint Strowman. Szóval... Épp ezt Stromer a tipikus giant monster, Lee meg azért sokkal inkább egy birkózó karakter, mint egy giant monster karakter. I I igen, mert, mert Stromen mellé, hogy buzi nagy, ugye buzi nagy más értelemben is. Szóval Strowman, amikor levette a Survivor Series-en a pólót, az valami elképesztően durván nézett Ja ki. jó, oké, okay, már megnyugodtam. Nem játszunk batisztás játékot. Itt legalábbis. <laughs> Szóval a, a, pont ez a, azt jutott nekem is eszembe, hogy nem, nem strómen a jó példa. Most megakasztottad a gondolatomat, de igen, egyébként. Szóval... Nem az, csak felhozták a csetben Mike school Ha felhozzák a csetben Mike school azon nem tudok nem röhögni. És te még ott, ott sem voltál, úgyhogy nem, nem azt, is tudsz röhögni rajta. Azt csak hallom, hallottam hírből. Azt csak hallottam hírből. Jaj, de jó. Köszönöm, Ted Denison. Nagyon kedves vagy. Meg a minket, Ted, menj a faszba. Épp mély szakmáztunk. Kiváló timing. De bejössz, bazd meg, izé, story time-ot akard. Ezt most már megnyerted, a főhoztad. Ezt már megnyerted. Mondjad csak. Mike. Mike School Uh, szerintem, szerény véleményem szerint a legrosszabb birkózó, aki a HCV történetében ringbe lépett. Az az Ananászkov. Nem, School rosszabb volt. Egy kárdon voltak, van összehasonlítási alapon. <laughs> Mike School a legrosszabb birkózó, aki a HCV kötelei között ringbe lépett. Egy két méter magas, kopasz, felszúrt cula, akit Michael Kovács tudtommal megdugott az afterpartin, de ebben akarok belemenni. <laughs> lényeg az, hogy MySQL a jó renegéddel birkózott 2012-ben, ha jól emlékszem, a forradalom gálán, és a csávó még angolul se tudott, úgyhogy németül kellett kommunikálni vele, ami marha jól nézett ki, mert a ACV-ből két ember tudott valamennyire németül, Ikarus és én. <laughs> és konkrétan úgy planningelték a meccset renegéddel, hogy én fordítottam az angolt németre, meg vissza, és aztán vívtak egy nagyon szar mérkőzést, mert Skullnak nem állt szándékában azt csinálni, amit Renegade akart csinálni. <laughs> Úgyhogy igazából így szart bele mindenbe, és a végén felültetett engem a felső kötélre, és megfenyegetett. Miután leordítottam a fejét németről, hogy du hast uns kell a lassen! Igen, én németül promóztam HCV ringben. Miért teszel ilyet? <laughs> Igen, nagyon jó volt. Bocsássatok meg, ez most egy ilyen indokolatlan közbevetés volt Mike School miatt. Köszönjétek meg Ted Danielsonnak, és most nem tudjuk fölvenni az adás ritmusát, mert így ilyen indokolatlan pillanatban be kellett dobni ezt a szerencsétlen. Jó, mondjuk a HCV történetében pár már szóval előfordult így, amikor így nem volt éppen valakinek ellenfele, akkor így valahonnan a hátsó sorokból egy MySchool mindig beérkezett. Jó, de hát ez marha jó volt, tehát alapvetően két ember volt bukkolva az osztrákoktól a Michael Kovács csapatából erre a gálára, erre Kovács odajött öt vagy hat emberrel, és gondoltam, ja hát gondoltam, hogy ha elhozom őket, akkor majd úgyis bukoljátok őket valahová. nem. 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 Úristen a Michael Kovács, az egy, az egy érdekes figura volt találkoztunk egy pár érdekes eh, figurával a biznisz kapcsán a HCV során, azért. Szóval volt egy-két ilyen. Jep. Talán <síts> azokban a korai években még én miket láttam, kolléga. De nem csak a korai években, a későbbi években is jöttek érdekes dolgok. Az biztos. Igen, tehát Danielson, tudjuk, hogy Ryan Smile, korábbi Revolution bajnokunk meghalt. Beszéltünk is róla az egyik live-ban. Azt hiszem. Live-ban, ja. Hát gyakorlatilag egy éven belül ez kettő korábbi ja. bajnok a HCV történetéből, aki túlságosan fiatalon elment, de hát ez egy elég szomorú téma azért. Még akkor is, hogyha ryan ugye bevalotta nem szerettük, egész adást szenteltünk annak, hogy őt szittük annak idején, amikor ugye... a, na, na, azt látod, az, azt viszont nem értem, hogy azért miért nem kaptunk a fejünkre. Nem tudom mert ott, az meg egy órán keresztül nem szólt semmi másról. És róla is itt volt, szóval. Igen, az a, az a 2017-es utolsó emberig utána a fél, gál, a fél adásban őt cittuk körülbelül szegényt. Hát, Halott róla jót, hogy semmit, ezért baszhatom a baszogatását. Igen, többet nem baszogathatjuk Ryan Smart, és többet nem is akarjuk baszogatni Ryan Smart, mert nagyon szomorú dolog, ami történt Igen. velem, vele. És Tényleg ennek a kapcsán egy ilyen public service announcement, hogyha bármelyik bármelyikőtök úgy érzi, hogy krízis helyzetben van, legyen szíves, kérjen segítséget, yeah. forduljon, nyúljon ki valakihez bárhova, bármikor, bármire, mert mert ez nagyon fontos dolog, és főleg úgy bárfival, hogy mind a ketten azért elég jól tudjuk, hogy ezek a lelki eredetű problémák yeah. ilyen gonoszságokat tudnak művelni az emberrel. Ez, 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 ezt így fokozottan szeretnénk tőletek is kérni, hogy ne bagatelizáljátok el ezeket a dolgokat, ne gondoljátok, hogy majd magától jobb lesz, meg nem lesz semmi, tehát in, inkább, inkább, kérjetek segítséget bárkitől, akitől csak tudtok. És igen, Kent volt a másik ja. ember, aki, akit tavaly november magasságában veszítettünk el, hogyha jól emlékszem. Hmm, a környékén azt hiszem, ja. Hú, kezdtük el ezt az egészet? Tehát Danielson, bazd meg! Most egy kicsit leült a téma, de hát ez van. A live-nak a szépsége, hogy el nem készültünk, hogy erről fogunk beszélni. Hát, mégis... hát elfelejtetted, elfelejtett, hogy hol tartottál línél. Igen, elfelejtettem línél. A masszánál, meg, meg minden. Nem akarsz kommentátor lenni doktor mellett benne. Nagyon nehéz. Soha nem próbáltam meg, egyébként. Soha nem éreztem magamban a lelkérőt, hogy leüljünk a doktor, egyszer csinálni próbafelvétet. Soha. <Sill Difelet> próbált egy pár szórá venni Hát, szerintem velem se olyan könnyű együtt dolgozni egyébként. Nagyon rá tudok telepedni egy közvetítésre. <Sill�> a, az évek meg a rutin. Böködni kell néha, hogy kussolj. Meg nézni csúnyán. Hát hogy... hát meg nem vagyok csapatjátékos, srácok, Ez a legnagyobb probléma. Tehát én tipikusan az az ember vagyok, aki, hogyha ilyen csapatprojekt van, akkor vagy hagyja, hogy a többiek megcsinálják, és ő meg szépen malmozik az asztal alatt, vagy azt mondja, hogy adjátok ide, és a következő egy hétben ne szóljátok hozzám, és akkor kész lesz. Ez általában nem is így nézett ki az egyetemen is, meg minden már. Hol is? Szóval nekem sem megy. Vagy pedig átveszem a de facto vezetést, amit nagyon sokan nem szeretnek. Nem, nem mint Michael Cole, Hilbert McKinnon. Én Robbie, the Brain hinen akarok lenni, aki anyázza Hogent. Minden egyes pillanatban anyázza Hogent. Csak én nem Hogent anyáznám, hanem valaki mást. Mindenkit anyáznál, úgyis az lenne a vége. Nem így is. Na jó, de lehet. Nem hiszem. Több mint tíz emberrel közvetítettem egyébként együtt az elmúlt években, srácok. Tehát nem is tudom, megszámoltam párszor, de fejből nem tudnám megmondani nektek. Annyit tudok, hogy több mint tíz ember. Tizennégy azt hiszem annyi, azt mondta nekem. Tizennégy? Lehet. Aha. Lehet, hogy annyi, annyi különböző emberrel kommentáltam legalább egy mérkőzést. És hát valahogy az összes elkopott mellőlem idővel. Úgyhogy nem lehet, nem lehet egyszerű velem nem. dolgozni az, az, azt, azt aláírom teljes egészében. Visszatérünk Líre, mert eszembe jutott, hol jártunk. Szuper, akkor térünk vissza Líre. Línek <laughs> a, a morfológiájáról beszéltünk, ugye, hogy masszal Morfológiájáról? <gül> <gül> Te túl sok Big Bang teorit néztél mostanában. <laughs> Igen, eléggé. Eléggé fogalmazunk, hogy... Na és ugye ezt Rómennel hasonlítottuk Ez, éppen. E igen, Lee-nek Lee, Lee ugye a morfológiája okozza a problémát, tehát a következő epizód címe, a morfológia adverzitás. Szóval Stroman egy klasszikus Monster Lee. Monster Lee, Monster Hill. -t. Monster Lee? <laughs> Ez ma nem fog menni. Szóval egy Monster Hill jelen pillanatban, akit fölfüggesztettek éppen, nem tudjuk, hogy miért. Te tudsz valamit? Azért, mert sérült. Ja, hát, minő meglepetés. <laughs> egyébként, azért, mert edem Pierce-et oda vágta, ja, a jó futinkat, de valószínűleg azért, mert sérült. Valószínűleg Szóval ő tipikusan az a karakter, aki tényleg az. Lee meg... Meg nem. Szóval valami, valami hiányzik Lee-ből, hogy meglegyen az. És egyébként írtatok ööö, egyébként följebb, hogy nincs meg a fenyegető arvú az, hogy Lee egy monster legyen, az az kell hozzá. Nála meg nincs meg. Azt nem mondom, hogy nem főrosztere való, mert meg, megvan a főroszternek a helye, csak én mondjuk nem látok annyit lee mint nagyon sokan. Aki a szeletelt kenyér újbóli látják benne. Én már annak is örülök, hogy nem törpe. Még akkor is, hogy a Cruiser bírkózik sajnos nagyon sok esetben. A promóival se vagyok kifejezetten elégedett, tehát azt a az zeneksztiben is úgy sikerült csak megoldani, hogy ilyen előre fölvett anyagokban tudták hatásossá varázsolni Lít. Mert amikor in ringben kellett promóznia, az többnyire eléggé béngyára a sikeredet. Az olyan, de... mint amikor a HCV kora korai időszakában promóztatok, olyan szupermodoros és borzalmas. Igen, de ő ilyen nagyon modoros alapból Igen. A, ő, ő, ő ilyen. Hát azért Norbi a fiatal show az nem úgy nézett ki. Szóval a wcw show az iszonyat durván nézett ki. Meg amikor megjött még a WWE is, akkor még nem volt full kövér. Szóval azért show nem nézett ki szarul, amikor fiatal volt. És hosszú volt a haja. És hosszú volt a haja? Igen. Az más kérdés, hogy szuper zöld volt, és senki nem tanította meg normálisan birkózni, de hát ez előfordult. De ez a WCW nem... öltöző. Meg ugye Téker volt az első, aki elkezdte neki magyarázni, hogy hogyan kell óriásként dolgozni, és mi az, amit ne csináljon a mérkőzéseiben, mert rosszul fog kinézni tőle. Mert egészen addig öt évében senki nem foglalkozott ezzel. Ja. Szóval a sónak is voltak azért valóban gyerekbetegségei, de mondjuk szerintem ő külsőre azért mindig rendben volt. Ab, ab, szerintem is ő, abszolút nem. Ő ott a, a 2000-es évek legelején volt problémás, amikor szuper kövér volt. Amikor ja, kisbazták, az... ugye, amik, mert ugye annyira kövér volt. Hát visszapakolták farmba. Ja, igen. Meg a wwe nek a Times Square éttermében csókolgatta a gyerekeket, amíg a többiek Wrestlemania-t birkóztak. Wrestlemania bébi, ugye? Ah, szegény show. Szóval igen, léven li, van, van ilyen probléma egy kicsit. Meg, meg tényleg az, hogy Super birkózik. Miért birkóz a Super amikor az 160 kiló vagy? De birkó Super Cruiser. Az, 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 az is kiveri a biztosítékot nálam, amikor Super Indy birkózik. OSD viszont jó, most nem tudom, hogy mit akarnak vele, meg mi, de amit levágott most a SmackDown, az kifejezetten szórakoztató volt. Mi megy az, hogy mit akarnak? Kell valaki a tlc jó, amit, aki akit Roman megeszik, és Bryant nem akarták töltelék PPV-re ellőni. Ezt akarják, ó, De Jó, de, de közben visszapakoljuk az NXT-be is. Azt nem értem itt. Kicsit, de ez, amit nem értem így, hogy most miért két gyertyát egyszerre. Hát mindegy. De kellett valaki, egy, aki van egy tolk -ja, és az NXT-ben olyan nincs senki. Ott van Rígál Baszki! De Rigelnek nincs tolksója. Nem volt Rigel? Szerintem nem Rigelnek volt tolksója annó, no, nem? Nem volt neki. Nem. Csak egy ilyen irodája volt, amikor. Ja, a tényleg. Volt, tényleg. Ja. Amikor ugye Jericho beleúgyozott a kávéjába. Vagy a teájába, bocsánat. Teájába, persze. Teá volt, mert ugye angol és teázik. Igen, de a 17 előtt. Nem iszunk kávét, mikor angol vagy. Nem tudják az angolok, hogy mi a jó. Egyébként konyha művészetben tényleg nem nagyon. Az English breakfaston kívül semmit nem lehet megenni, amit az angolok előállítanak. Né, jó, de mit vársz, basz meg? Több volt a birka, mint az ember. Nem. Minden fura, fura, dolgot esznek. húsos hát, pudingot esznek, baszki. Az angolok idióták. Nem, és, te, és tejet raknak a teába, ami a legnőbb bűn a világon. Anyám is szokott. Borzalmas. Tehát tisztán iszunk. Cukorral. A kávét is tisztán. Na az, az is borzalmas, a kávét az tejjel iszük. <laughs> Nem tudjuk, mert nem tudunk megegyezni nem. benne. Semmilyen benne nem tudunk. És minden, amit angolnak hívnak, azt valahonnan lopták. Ha a világ legnagyobb birodalma van a zászlódat, akkor persze, hogy mindent ellopsz. Ez evidencia. Ugye? Yeah. A világ legjobb nyersanyagából a világ legrosszabb kajáit. Ez egy tökéletes mondás, kis Norbi, tényleg így van. Na mindegy. De az még mindig durva, hogy angol világbajnokunk viszont nincs. Az nincs. Pont ez beszél... igen, ír igen, ja. angol nincs. Ja, már csak egy velszi kéne. Szerezzünk egy velszi világbajnokot, hogy az angol kisebbségi komplexusban vágdossák az erejéket. Szuper, és beszéljünk vel, beszéljen lehetőleg. Azt nem jó, mert az bakker olyan, mintha átkozódnának. Megpróbálnak megátkozni. <tos> <tos> ah, nagyon jó. Cimbrú. <tos> <tos> Mi hogy kerültünk ide? Kiszli csuffat vállától eljutottunk mindenhova. És csabakunk közlé ez egy bosztori délután szorító podcast. Semmi bajunk nincsen a britekkel egyébként, én imádom a briteket, csak furák. Jó. egyébként nagyon jó dolgaik vannak. Tehát televízió terén például baromi jó dolgokat tudnak lerakni az asztalra a britek, csak vannak fura dolgaiknak. Igen. De mondjuk több száz évvel tenyészet ezt teszi. <laughs> Szigetlakók. Ja. És rettentő fura fejük lesz ettől szegények. Igen, igen, a brit akcentust én is szeretem. Az, az a legjobb. Ja. Hát Page, Page női bajnok volt végül ja. is, igen. Bár, bár a, akkor még a női bajnoki címnek, amikor Page viselte, nem volt olyan státusza, mint pár évvel később, mondjuk amikor Becky úgy lett írként igen. Euh, bajnok, hogy a főmeccset nyert. Szóval a kettő között van, van van egy kis eltérés, de ja, Page végül is angolként volt női bajnok. Ja, egyébként tényleg. De világbajnokok az nincs. Mert nincs. mindenki, aki megpróbálta, az, az nem sikerült. És az is, hogy nem, nem va, nincs is senki a közelében. Mert Dan egy törpe, továbbra is. Kipattintott törpe, de Kipat... még törpe. Igen. Az NXT UK bajnok, meg egy osztrák. Aki nem akar Amerikába menni rá, igen. Ugye? <laughs> Szóval, szóval, ja. Szóval, amikor tudod, hogy Wade volt a legjobb lehetőséged arra az elmúlt 15 évben, hogy angol világbajnokod legyen, akkor szarban vagy. Meg a jó Rigál, csak ugye Rigál meg, az meg el, eltalajlazított. El meg túlta a talajlazítót, ja. igen. Ugye? Igen. De a nap legjobb híre megvan, ugye visszavették a jó Finlit. Igen, visszamehetett a kényszer szabadságról, amit ugye a járvány elején rendeltek el nála, úgyhogy visszatér dolgozni, és az NXT-be ment dolgozni egyébként. Akkor a csajok bánatosak a főrosztoren. De az nxt csajok annál jobban örülnek. Igen, az biztos. Az a Findi elkezdi őket. Jót fog tenni, Amátóval megoldják. Az biztos. Ha, hentő, jó, jó már eleve kurva, jó. Tehát ugye imádtam azt a sztorit, amit ugye el, el is meséltünk a, a szasáiknak a, az Antóadja után, hogy elkezdték megmondani neki, még demotték, hogy hát nem ezt kell oktatni a női birkózóknak, hanem a hajtépést, meg a, a több meg a catfightot, meg a cicaharcot, meg az ilyen fasságot, és Amártó meg így a hátuk mögött leoktatta nekik a hajtépést, és aztán a szabad idejében meg megtanította őket vörkölni. Nem. Szóval ő összerakott Finlivel, abból nagyon jó dolgok sülnek ki. Igen, Finlinek a pszichológia érzékét, meg minden szarát összerakjátok vele, az elég erőteljes lesz, igen annyira imádtam, hogy amikor ugye Beki megnyerte a rámbölt, és úgy jött be, hogy hivatalosan nem volt résztvevő, hanem a sérültnek a helyét veszi Imádtam, hogy Finlit küldték Persze. ki oda, hogy ő engedje be a rámbölbe. bet hát, ugye... Más nem lehetett oda rakni. Szóval az annyira ugye, jelképes volt. Az, 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 nagyon-nagyon az, az szimbolikus volt, hogy pont, pont Finli volt az, aki az zöld utat adott Bekinek a, a 19-es rámből be hogy jó, van mennyi kislány, és nyerd meg, és, és mennyi tovább a Wrestlemania-ra. Tavasszal jó volt ez a Fili dokumentumfilm, amit néztünk. Jep. Csak az egy büdös szót nem értettünk belőle. <gül> <gül> Mert ott aztán volt mindenféle accentus. Jó, Jóval látom, Berettel kiosztunk egy kis uh, lázadást itt a cseten. Srácok, nem azt akartam mondani ebben, hogy Berett szar. Berettel az a legnagyobb probléma, hogy kurva sérülékeny. Mert, Egyébként én bírtam Berettet, Ber kifejezettem. E, Berett? Az volt a legnagyobb probléma, hogy egyrészt szuper zöld volt, amikor oda került. Szóval, hogy, hogy azért birkóz 30-40 perces míniment meccseket e, Ortonnal meg Színával, úgyhogy a leghosszabb meccset 12 perc volt, azért az... Mm. De ezt ő el is mondta konkrétan? Hogy amikor ő a Nexus vezéreként oda került Ortonnal és Színával szemben, ő karakterként, promóban jól érezte magát, és úgy érezte, hogy tudja tartani a szinted, de amikor a mérkőzésekre került sor, hát gyakorlatilag az addigi farmban ő 6-7 percet birkózott átlagban. És akkor most csinálja 30 perces méniben, tehát nyilván nem volt rá felkészítve. És aztán pár év mitkárt után még lehetett volna őt feljebb tolni, csak aztán ugye sorozatosan jöttek a sérülések. Én amúgy berettet kifejezetten bírtam, tehát az, hogy a bad news gimmickből mennyire overcucot csinált, az, az az iskola példája annak, hogy a birkózó kaphat Papíron rossznak tűnő kreatívat, de hogyha beletesz 120%-ot, akkor még a szar ötletet is overét tudja tenni. Beret az tipikusan ez volt, tehát a bad news gimmick az kurva jól nézett ki, szerintem. Vicces volt, marha jó volt, Kijött a kis kalapácsával, I've, ladies and gentlemen, I'm afraid I got some bad news. Marha jó volt. És igazából örülök, hogy Beret visszatalált a wwe mert kommentátornak is kifejezetten jó. Hát, zseniális, imádom hallgatni Beretet. A, már amikor beültették Korni helyett a... Az igen. A, a, igen. A már az is jó volt, és akkor utána, miután beültették az nxt az meg aztán főleg. Szóval... Igen, Beret király mikrofon mögött. Beret azt mondta, hogy ő nagyon szeretne birkózni. A WWE-nek nagyon nem szeretné, ha Beret birkózna. Beret jó helyen van. Igen. Úgyhogy... Ettől függetlenül egy meccsre akár be lehet tenni a ringbe, csak ne csináljunk rendszert belőle. Persze. Ha egy olyan sztorit meg lehet, amikor valami angol birkózó jön, azt anyázik beretnek, azt, azt meg lehet oldani mindig. Ahogy azt mondjuk szerintem előbb-utóbb Joe-val is megfogják, mert Joe-nak pofázott, joe pofázott, a survivor Roman. Most megnéztem még egyszer a izét, a Drew cuccot, és abba, abba elég erőteljesen pofázott Roman joe <laughs> Szóval abból is lesz még szerintem valami. Nem, még nem, a, a Dan Beret nem lenne egyébként szar, tényleg. Hát elég komoly méretkülönbség van kettejük között, a... szóval, hogyha Danna híl, akkor az kicsit hülyén néz neki. Jó, de Dannak Dan mindenki ellen kis nagyon méretkülönbsége van. Kivéve Tyler Bétel. Igen, az is törpe. Csak dúrosz lopokon jár. Ugye, mert olyan lábai vannak. Persze. Persze. Ott mindenki törpe. A British hullám közül, aki nem a 20 évvel ezelőtt kezdte a bizniszt, az mindenki törpe. Még a Seven is az eléggé. És akkor megjön Wolfgang, aki meg nem. <laughs> ugye? Na, mi még mindig hallgatja a podcastet. Hát persze, azért kisett el pénteken a smackdown mert délelőtt meg akarta hallgatni még a Survivor széria szeremzésünket. És szar volt a szinkrontól a meccs, azért kirúgta és szerződtetett egy másikat. <laughs> és akkor utána megsértődött ránk, hogy izé az apja azt hasonlítottuk. Aztán leszerzőtett a szinkrontól a vajna Timit, és nem vált be. milyen, arcot Jó, nem szóltam semmit. Velünk mindig jó dolgozni, benne, de hát nincs ilyen probléma. Velünk jó dolgozni. Csak egymással tudunk jól dolgozni, ez a legnagyobb probléma. Jött még valami értést kérdés a discord -a. Milánnak volt még egy utolsó kérdés, téker után szerinted ki lehet az, aki visszavonulhat? Hú, akinek kinéz a jelenlegi WWE mezőnyéből, hogy visszavonul. Hát, Ugye Brian bevallottan az utolsó futásán van, tehát az utolsó teljes idejű futásán van. Esetében az a kérdés, hogy mondjuk part ban mennyit akar még birkózni. Színának se hiszem, hogy sok lenne vissza, sok meccse lenne vissza, de őnála is az a lehetőség, hogy part-timerként ki kitolhatja még a pályafutását évekig. Stylesnál ugye ő szintén elmondta, hogy az utolsó teljes idejű szerződését kötötte meg legutóbb a WB-vel, amikor úgy döntött, hogy marad és nem megy máshova. A Hunter szerintem már most is félig meddig vissza van Ő a pozíciójából fogva nem csinál olyan nagy visszavonulást. Szerintem, hogy, hogy mindig elő venni az öreget, éppen úgy, mint ahogy Vince is visszajött még 60 évesen birkózni. Hogyha a Hunter ott lesz 60-70 éves koráig, akkor elő lehessen hozni. Szerintem őnek meg, ilyes formán meg Hunter nagy már, külön visszavonulás. Meg megkapta már a gyűrűt a DX-el, szóval nincs ilyen probléma hogy be kell Hunter-t szóval így Megvan oldva a probléma. Hát én ként tartom jelenleg visszavonultak, még akkor is a gírbe jön, Téker ellen. Tiszteletet tenni, mert idióta, de ként, abszolút annak tartom. Szerintem fél már só is ott van. Srácok, én ezeket a nagyon time-ereket, akik tényleg ja. alig jönnek be birkózni, ezeket én nem nagyon tudom, hogy mennyire vegyem ide. Ja. Mert nem, nem tudom, tehát tékes státuszában egyik sincsen. Nem. És most az, hogy fognak-e birkózni, vagy nem fognak-e birkózni, esetükben, nem is biztos, hogy kell arra számítani, hogy mindegyiknek lesz visszavonulós necse. Vagy bármi egyéb ilyen hivatalos visszavonulós ne, szegmens. Ne, nem is, ne... Iszén, izének Mark Henrynek se volt. Nem. Ő is szépen csöndben visszavonult. Már Henrynek mondhatjuk meg volt a nagy visszavonulós szegmens, amikor kamukból vonult vissza. Igen. Élete próbójával, ugye. Gyönyörű <laughs> volt, azt imádtam nem nagyon szokás, rácok. Szóval azért tényleg nagyon ritka eset. Szóval Flairnek volt, Michaelsnek volt úgy igazán, hát ugye Austinnak tudjuk, hogy az visszamulás volt, de ugye ő, az csak ő tudta kb. egyedül, ez lesz az utolsó. De nem, nem nagyon szokott az, az lenni. nem, nem, nem is nem emlékszem vissza, amikor be volt jelentve, hogy ez az, az lesz másnál. Mert egy a birkózók nem maradnak visszavonulva. Nem jellemző rájuk. Túl sokszor. Austin maradt. Austin maradt, meg JBL is egyébként. De JBL visszajött egyszer már az első visszavonulása után, Abba már mert vissz... ugye 2006-ban kitalálta, hogy visszavonul és kommentátor lesz, aztán két év múlva visszajött birkózni. Yeah. <laughs> uh, nem tudom, más nem tudok. Jericho szerintem nem fog egyébként, ha mondjuk a másik oldalt megnézzük, de de neki viszont nem ártana. <laughs> Figyelj, Ben, de én el azt mondom, Jericho meg fogja kapni ezt a gyűrűt, amint a, az agyfaszát abba adja. Szóval a midlife crisis, tehát abba adja Jericho, utána meg lesz az a gyűrű bármikor. Még akkor is, hogyha Vince addig mondjuk elpatkol, de akkor is. Szóval nem, nem hiszem, hogy abba a probléma lenne. Annál sokkal komolyabb vitákból is jöttek vissza emberek gyűrűt kapni. Főleg az elmúlt pár évben. Most az, hogy Jericho éppen júdást játszik, az nem tartom ebbe a kategóriába. Más? Valaki? Még? Ja, én nem gondolkodtam rajta. Ja. Csak, csak így csillelek és nézek, sem, nézek a semmibe. Ja. <laughs> Ez részegen fő, Norbi inkább, azt tudom elképzelni. <laughs> Visszamennék dolgozni. Persze, nem, Pál, nem. Mi, persze, Pál, mikor tudsz kezdeni, ugye? Nem fog ilyen történni. Á, Nem történt még ilyen a biztis történetében? Jericho milliókat keres az all elite wrestlingből, és kurva mert azt csinál, amit akar. Tehát nem fogja fölhívni részegen Vincent, hogy vissza akarok menni dolgozni. Persze. Majd megunta, tényleg. Azt meg nem fogja, mert annyit piálhat, amennyit akar. És utána ez fölveheti, az meg a izét szegmensként, hogy piálnak. <laughs> mert vívóta. Benne nem lehet beszívva, mert tesztelik a birkózókat. És az izé és az a szerek listáján van. Még akkor is, hogyha egyre több államban legális. Azt el tudom képzelni, hogy trollkodik vince -szel. Főleg most megnéztem a storytime-t, abban benne volt, hogy pricsárdék e, be voltak nyomva, mint a szemét, Vince-nél, és fölhívták, e, ugye JR akkor ugrott éppen hajót, ugye a WCW-ból állt a WWF-be, és ugye nála volt még a WCW-s törneres telefonkönyv. Minden egyes névvel, meg telefonszámmal. És az egyik részeg estén elkezdték hívogatni az összes törneres embert, egészen Ted törnerig, aki nem vette fel a telefont. De Dusty például fölvette, háromszor utána félrakta, akkor például a Recruit fölvette, és olyan jól utána hozták hangját a telefonba, és megbeszéltek vele egy nagy megbeszélést, hogy majd hétfőn gyere be az irodába, mert van egy kiváló ötletünk számodra, és majd így fogunk bukolni. amire erre Rúd tényleg elment hétfő reggel nyolcra az irodába, és megvárta dusty ami után kiderült, hogy ez Pritchard volt, akkor meg akarta ölni Pritchardot konkrétan. Rude. Porzasztóak a birkózók. Hmm, nem tudom, soha életemben nem telefonbe Tudom, te a ribnek az intézményét nem érted. Tovább. olyan óvodásnak tartom. És nem látom át a közösség formáló erejét, de mondjuk mivel a közösségek nagy részét alapból nem tudom értelmezni, így végülis ez annyira nem csoda. Igen, valószínűleg ez a legprobléma. Igen, probléma. Még akkor sem, mikor volt a telefonfülkék. A telefonfülkéről mindig más teszünk be. És kék és... Az a rendőrségi telefonfülke. Attól Itz még telefonfülke. A attól, még a attól még telefonfülke. És full a hangot ad ki. Szivattuk egymást, de nagyjából olyan 14 éves korunkig. Én utána teljesen kinőttem belőle. Hát na, én voltam mind a két végén a szivatásnak, szóval én meg nem annyira. Grettzmászter kérdezi, hogy Huntert hogyan vonultatnátok vissza. Én ezzel Se kapcsolatban jó. elkezdtem mondani egy választ, sehogy nem vonultatnám vissza Huntert. Én Huntert meghagynám egy Jolly Jokernek, aki a kell 60 évesen is ringbe léphet a szervezet egyik vezetőjeként, úgy, ahogy Vince is tett abszolút nem adnék neki semmilyen birkozói visszavonulást, hanem meghagynám őt Jolly Jokerbe. Meg bármikor összerakasz bárkivel egy Huntert, ameddig van kedve birkózni. Mármint úgy van kedve birkózni, hogy most itt a fizikai alkalmasságot értem, a van kedve alatt. Mert... De Danielson, én, én nem nagyon élem ezeket a szivatós dolgokat, megmondom őszintén. Tehát e, egyébként, ha már itt tartunk, tegnap este kaptam egy undorító videót Messengeren Renegéttől. És nem látom át a komikus értékét ennek. Nem is reagáltam rá egyébként. <laughs> úgyhogy nem, nem, ne tőlem az ilyesmi az viszonylag távol áll. Pedig a HCV belül vannak ennek elég komoly hagyományai és gyökerei, hogy videókat küldözgetünk egymásnak érdekes dolgokról. Igen, az elő szokott fordulni. De, De én a, én, én a NoSell intézményét alkalmazom az ilyenekre visszament egészen egyébként a Havre Slinges fórumos időszékig. Ott is ugye néha, ha rányomtál a spoiler gombra, akkor soha nem tudtad, az, hogy egy értelmes leírás fogsz találni, vagy valami akkora ökörséget, mint a ház. <gül> <gül> ugye? <gül> Igen, olvastuk egyébként uh, Gibson-a kis érdekli hosszú elemzésed a román cuccról, én nem látok benne akkor a problémát egyelőre. Meg nem látom azt, hogy a román annyira szerepet játszana. Kevésbé játszik szerepet, mint a Babyface románnel. Ő szerintem teljesen éli ezt azt, hogy most ő az Anoa családnak a feje, és fuck yeah. nincs különösebben sok hozzáfűzni való. Én is abszolút látom ebben a mostani románben magát román Reinszet az embert. Annyit talán el tudok képzelni, hogy sajnos az az oldala, amitől féltem, egy kicsit visszaköszön, hogy most tényleg itt Jade ugráltatjuk hétről hétre, és én yeah. ezt a vonalat, ezt elfelejtettem volna román szempontjából, hogy, hogy ne basszakodjon az alacsonyabb rangú családtagjaival, hanem tényleg vigye a saját karakterét tovább, mert nem volt szüksége maga köré senkire hémenen kívül. Én nem érzem azt, hogy az él eltűnne a karakteréből, vannak bizonyos vonalak, amiket annyira nem szeretek vele, de én abszolút hihetőnek gondolom továbbra is románt abban a formában, amilyen. Meg abszolút a, azt, amit hallottunk róla Ezersre elmondva, amit Szina róla, amit Oszinak mondtak róla többen, amit Kodék is elmondtak egyébként, amikor kikerültek a, a szervezetből, hogy Roman abszolút a locker room leader lett a, az öltözőben. És abszolút ebben a karakterben abszolút azt a Románt látom, akihez a többiek tényleg, hát nem tékeri szinten tisztelettel, meg meg André de Gendt szintű tisztelettel, de hasonló kaliberű lokellum leader megillető tisztelettel bánnak. Abszolút azt látom. És ez a karakterből abszolút átjön. Szóval én sokra sokkal autentikusabbnak érzem, mint mondjuk te. Mármint nem doktor, hanem gibzom. De megértem, ha valakinek ez nem jön le. Ez, 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 hogy ki tévedett, meg ki nem tévedett, az megint egy olyan dolog, hogy nagyon sok minden ízlés dolga. Persze. Engedjétek el. Oké, okay, neked nem jön be ez a vonal, ettől a te véleményed nem kevésbé értékes, nekünk tetszik ez a vonal, most ez van. Tehát tudjuk különféle tényezőkre alapozni a dolgokat, és, és nyilván próbáljuk a lehető legszakmai tenni a véleményüket, de a wrestling nagyon sok tekintetben egy nagyon szubjektív műfaj. Tehát bejön vagy nem jön be, ezen, ezen ne veszünk össze senkivel. Ez olyan, olyan, mint az, entertainment, ugye unblock. Az entertainmentet nem tudod izék szerint elemezni, mert azt a kutya nem fog érdekelni, mert a számok meg, meg, bevétel. Azt a kutyát nem fog érdekelni, abból nem tudsz szórakozatú műsort csinálni. Nem is tudom, hogy egyáltalán van-e olyan komolyabb YouTube csatorna, ahol ezek szerepelnek. Nem hiszem. Business Insider biztos van, de, de nem hiszem, hogy az, azt fölkapnák az emberek. De egyszerűen nem tudsz. Én is megpróbálok minél inkább a szakmai véleményemet, és azt, hogy amit olvastam a bizniszről, meg tanultam a bizniszben, meg minden, azt előrakni, de mégiscsak a saját véleményem, srácok. van. Meg ugye az enyémnek a horgonypontja pontja mindig az, ami korábban volt, mert mégiscsak történész vagyok. A, nálam mindig az lesz a bizonyítási pont. Ilyen szempontból. Egyszer lesz majd podcast a Hardikról. Szeretem, szeretem azokat az adásokat, ahol bemutattak pankrátorokat, hogy hogyan jutott el valahová. Hát, ha majd visszavonulnak egyszer a Hardik, akkor talán. Tudjátok, hogy nekem annyira nem a szívem csücske egyik se. Nem, ez soha nem volt a szíved csücske. Az nem. Főleg Jeff. Jeff nagyon nem. Mert még az izéval belopta magát egy kicsit a szívembe, a Broken universe de aztán amit azóta, mivel uh, főleg jó, önta... én, 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 Jeffre nem tudok úgy gondolni, hogy ne jusson eszembe a 2008-as Armageddon, amikor szétlocsoltam az ásványvizet a szobámban örömömben, hogy megnyerte a világbajnoki címet. Szóval az, az zseniális volt élőben, néztem azt az adást 2008. decemberében, és amikor beadta a Swanton-t a semmiből, és one, two, 3, én meg... Edna. Hát szóval voltak ilyen király emlékek róluk. Igazából azt kéne kitalálnunk, hogy mi legyen a 199. podcast, mert a 200. már megvan. Szóval most itt e ez ebben vagyunk egy kicsit problémában a doktorral. Mert WrestleMania bukot még nem akarunk, mert az még korán van. Minden... igazából nincs hozzá korán, csak a... semmi ötletem nincsen. Az nekem se sok. Kérdez... Semmi lé... ötletem nincsen. Halvány fingom nincs semmi legyen ezzel a WrestleMania-val jövőre. Kérdezzétek srácok, hogy ki fog múlt héten rumble nyerni. Mondom, ötletem. És most nem Szerintem... is látom a körvonalakat, hogy ki lehetne az. Szerintem a Tebröbinek sincs semmi ötletem. Valószínűleg, nem mindegy. semmi a BDB egyébként is most rában eléggé rövid buk üzemmódba megy, másrészt meg ugye a vírus miatt aztán szerintem főleg erre mentek rá, mert hogy tényleg minden annyira képlékeny, hogy, hogy nem tudom, hogy itt mennyi lehet hosszabb távon tervezni. Hát, Norbi, reméljük, hogy lesz. Elméletileg most egész türetően jó vagyunk, a lomtanításnak a héten vége volt, szóval elméletleg lesz. Egy Batista életút. Hmm, aztán az, az, hát, az megvan. Az a baj, hogy az annyira részletesen megvan, hogy arról külön négy részes sorozat van. Batisztáról a, a fantasztikus négyes sorozatunkban beszélgettünk minden pályafutásának, meg életének minden időszakáról, ugye, ahol Orton, Cínát és Lesznárt is golcső alá vettük. Az, az három különböző adás, fantasztikus négyes, azt, azt, az első, az simán fantasztikus négyes, a másik fantasztikus négyes visszatérés, aztán a fantasztikus négyes mindörökké, de ebből van omnibus változat is, ha jól emlékszem, van. csináltál, amikor, amikor, együtt van mind a három adás, és ott, ott Batisztának, Ortonnak, Színának és leszárnak az életművét is kivesézzük, úgyhogy At, róluk van anyag. Az megvan, az megvan. Meg múltkor kérdeztetek a vorról is, hogy fogunk-e beszélni a, a forról, vorról, az is megvan. Az meg a, a hétfő esti Szímmel, punk is van, bank is van, valahol, valahol hátul az archívumban. Majd kitaláljuk, srácok. Majd kitaláljuk. Annyira Igen. nem sürgős egyébként a. Nem rohanunk vele, persze, nem azért kérdeztem, srácok, csak hogy inputot is azért kérünk a klubtól mindig. Én más szempontból is kérnék egyébként inputot a klubtól, hogy mi legyen a Facebook posztokkal, mert lassan lejárnak. Ugye én egy évre előre elkészítem általában a Facebook posztokat, de mivel annyira nem aktívak vagytok vele, meg annyira nem látom az érdeklődést, hogy, hogy kell-e e, még ezt jövőre csinálnom. vagy meg kell csinálnom most egy évre előre megint a, a plakátokat, a pillanatot, meg nem tudom mi van még, meg ilyen érdekes képek, meg a kicsola lehet az, mert egyszerűen nem látom azt, hogy annyira nagy érdeklődés üvezni az egészet. Szerintem megkaptad a válaszodat. Az érdeklődés hiányából. Ja, az érdeklődés, hát igen. Sting ismeretlen. Stingről nem csináltunk? Szerintem csináltunk. A full szerintem, szerintem Stingről még nagyon az erején csináltunk, igen. de. Az a baj, hogy ezeket össze kéne szednünk egyszer hogy melyik podcastben van ilyen mesélős téma, és akkor abból rakhatnánk nektek egy link és akkor nem igen. kéne megismételni a dolgokat. De egyébként nagyon sok mindenről így már beszéltünk egyébként a korábbi podcastekben. Igen. Uh, Norbi Star Wars, az nem számozott rész, hogy az külön jön. Uh, gondolom, majd ha a doktor megnézi a mandalóid, akkor fogunk róla beszélni, ha megnézi. Úgy, mint a múltkor. 20 percben tudtuk a mandalóid. Uh, más extrát avval készülünk. Most, valamikor, majd a hetekbe, ha minden jól megy. Ugye, doktorom? Készülünk? Biztos. Biztos. <gül> <gül> ah, Istenem, nagyon jó. Tieni hasságok Hát az... Az kéne szakértőbe vonásom, mert azért abban annyira nem vagyunk otthon. De azért lenne bőven. Egyszer nem mutatnátok meg, milyen wrestlinges könyvekkel rendelkeztek. Én egyensúlyos srácok, mert a legtöbb az virtuális formában van, azt nem tudom nektek megmutatni. A doktornak van rengeteg Hát azért olyan sok nekem Jop. se, a legtöbb nálam is virtuális formában van. Arra Igen. nem, hogy a többi meg R.P. tyson Ugye? <laughs> meg PG A mostani mandalori én tudok véleményt mondani, mert a doktor nem látta, én nagyon-nagyon-nagyon imádtam, srácok. És egy nagyon hangos fuck kijött a name dropnál. De megígértük, hogy most nem lesz egy előre spoiler, mert még nem mindenki látta a klubból. Szóval meg a doktor sem látta, szóval nem megyünk bele jobban. Szerintem ennyi lesz akkor a, a, mai, mai podcastünk. Elbeszélgettünk jól meg én azért szerintem egy órát, főleg a, a kifejezetten... kifejezettem, uh, hogy hívják, mi az kifejezetten érdekes... Miről akarsz beszélni? <laughs> a, csak a kifejezetten érdekes szekvélyeket akartam összegezni az adásban. Ja, jó. Hogy, meg. hogy eljutottunk Kiszlítől a <laughs> myschool Szóval a vajadás abszolút kifejezetten jól sikerült szerintem meg én, és találkozunk akkor mindenképpen jövő héten is, vagy szerdán, vagy vasárnap, vagy mindkét alkalommal, majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz. Addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Ha a YouTube-on néztétek ezt a live-ot, akkor köszönjük, és lájkoljátok like a videót, ha tetszett, és diszlájkoljátok, ha nem tetszett iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tettétek, hogy értesüljetek a legújabb és legizgalmasabb videóinkról, valamint kövessetek minket Twitch-en is, hogy megkapjátok az értesítést a livestreamünkről, aki még nem tette volna meg azt is. Ezen kívül lehet minket támogatni a Twitch-en feliratkozva, vagy Patreon-ként a patreon a rendszerén keresztül, ami egy havi támogatás lenne, és lehet minket egyszeri borravalóval is megdobni így az ünnepek előtt adakozásként, a Streamlabs meg a Stream Elements rendszerén keresztül. Ezen kívül van még pólóboltunk, ahol ilyen remek dizájnokat vajattak, mint ez. Karácsonyra kiváló ajándék, és még meg is jön. Ezen kívül tudjátok, hogy mit kell még csinálni. Ja, bizatok a Daktorban. Is. És Bennem tök. ne, a Daktorban. Jó. Egyet értek. És szurkoljátok a Lee-nek. Igen. <laughs> Búj. He is limitless. And we are fucking clueless about him. <sighs> És csak semmi pánik, srácok. És a tűz kialudt. Ó, oh, van tűz! Van tűz! Ember csinál tűz! Wrestling is fun, srácok! Sziasztok! Sziasztok.